A nagykunsági református egyházmegye ismét megrendezte hagyományos egyházmegyei nőszövetségi konferenciáját a karcagi református nagytemplomban. 12 gyülekezetből közel 150 fő vett részt a találkozón. Nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes tájékoztatta stábunkat a részletekről. Minden esztendőben az egyházmegyében egy nagy konferenciát szervezünk azért, hogy találkozzunk egymással, azért, hogy megosszuk egymással az élményeinket, a nehézségeinket, örömeinket, bánatunkat, a hitünkről bizonyságot tehessünk. Végighallgattuk a beszámolást egy istentisztelet után, az istentiszteletet a Mezőtúri Református Kollégium főigazgatója, nagy tiszteletű Égerné Tamás Anna Mária tartotta, és egy nagy gyülekezet előtt prédikált Jézusról, a hűséges pásztorról. A beszámolásokban a kunhegyesi, a kisújszállási, a mezőtúri, a karcagi, a tiszafüredi, a tiszaszentimrei, törökszentmiklósi gyülekezetek megbízott vezetői, illetve szószólói tartottak előadást, képes beszámolást arról, hogy milyenféle munkát végeznek, diakóniai munkát, szociális munkát. Nagy tiszteletű Koncz Tibor hozzátette, hogy az Anya Szent Egyháznak mindig is a tartó oszlopai voltak a nők. Az asszonyi hit megtartotta a legnehezebb időkben is az egyházat, ez most is így van. Hallottunk egy nagyszerű előadást a női szerepekről, biblikus szemmel, az Országos Nőszövetség elnökétől, dr. Koncvágási Katalintól, lelkésznőtől, aki Sarkad gyülekezetének, a belvárosi gyülekezetnek a lelkésze, az egyik lelkésze. Aztán egy saját verset elmondott egy testvérünk. Ezt követően pedig egy orgonakoncertnek lehettünk a fültanúi és a szemtanúi is, mert a kamerát már úgy állítottuk be, hogy lehetett közben végignézni az ifjú művésznek, Kis Zsigmondnak az előadását, nagyszerű darabokat játszott, igazi virtuóz módon. Büszkék lehetünk rá, hiszen ő a Nagykun Református Általános Iskola 8. tanulója, és a végén pedig én magam egy áhítattal zártam be az egész alkalmat, összegeztem. Mindazt, amit hallottunk, az az épülésünkre volt, és hát élményekkel gazdagon, a közös ebéd élményeivel is tért mindenki haza, úgyhogy nemrégen fejeztük be a programot. Egy nagy élmény volt. A nőszövetségi konferencia közös ebéddel zárult. A találkozóról mindenki élményekkel gazdagon tért vissza gyülekezetébe. Jövőre a mezőtúri gyülekezet látja majd vendégül a nagykunsági református egyházmegye nőszövetségeit.